Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol megtekintjük azt, hogy mi az a gondolata, mit érez irántad, és mit fog tenni. A gondolatait középen látjuk itt felül és alul. A kezében vannak az érmék. Odafigyel az anyagiakra. Itt kell az egyensúly, a kiadás, a bevétel, kell, hogy egyensúlyban legyen. Az érmék összefüggésben állnak a munkával és a hivatással is, és lehet, hogy itt van két lehetőség, van egy ajánlat, és ő most döntéseket hoz, ami a munkát illeti. De még kicsit vacilál. Ami a párkapcsolatotokra vonatkozik, itt látható, hogy útban van hozzád. Mutatja a tűz elemét, és az jelenti a bátorságát, a lelkesedését, jelenti a szenvedélyeket is. Mit érez irántad, vagy általánosságban, hogy érzi magát, az itt bal oldalon látható. Itt Justícia istennő utal egy bírósági ügyre, vagy egy olyan helyzetre, amikor ő úgy gondolja, úgy érzi, hogy igazságtalanságok történtek vele. Ez számára egy nagy kihívás. Itt vannak viták, félreértések. De eltekint az események elől, és közeledik hozzád mindegy király, elvárja természetesen azt, hogy úgy tekints rá, mint egy királyra, tehát elvárja azt, hogy megkapja tőled az elismerést. De nem jön üres kézzel, a kezében van az arany kehely, átnyújtja számodra, és ez jelenti az ő érzelmeit. Kimutatja az érzelmeit. Mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Te szomorú vagy. Itt vannak sebzett emlékek, fájdalmak a múltból. Benne vagy egy szűkös helyzetben. Ő tudja ezt. Ő érzi ezt. Segíteni akar. Siet hozzád. Útban van hozzád. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt ő áll a középpontban, ő fog jönni, ő közeledik hozzád, de vannak elvárásai, hiszen akarja, hogy te észrevedd őt, hogy megkapja az elismerést, hiszen ő áll a középpontban, ő a király. Itt ez a levél, ez lehet egy hír, vagy egy meghívás, vagy egy ajánlat, de lehetnek szerződések is, vagy egy munkahelyi szerződés. Itt vannak, vagy voltak viták, kihívások, lehet, hogy ő zárkózott, és nem beszél ezekről a problémákról. Itt vannak régi dolgok, vagy emlékek a múltból. Lehet, hogy megbántott téged, ezért vagy ilyen szomorú, de sietni fog hozzád, majd kimutatja az érzelmeit, és jóvá teszi a dolgokat. Amit a koporsó még jelenthet, egy örökösödési ügy, itt van a bíróság, a viták, tehát ez is lehet egy helyzet, vagy azt is jelentheti a koporsó, hogy lezárja ezeket a dolgokat, ahol igazságtalanságok érték őt, ahol voltak támadások. Itt a gyűrű jelenti a kapcsolatot veled, lezárja ezeket a kellemetlen dolgokat, keresi a kapcsolatot veled. A gyűrű jelenthet bizonyos szerződéseket is.
Ő útban van hozzád, itt is látható, hogy siet feléd, és az utak jelenthetnek bizonyos döntéseket is. A kutya jelenti a barátságot, vagy barátságos veled szemben. Azt is jelenti a kutya, hogy hűséges hozzád, megbízhatsz benne. Itt benne vagy egy szűkös helyzetben, de ő közeledik hozzád, és segít neked kilépni ebből a helyzetből. Majd elmagyarázza azt, hogy ez egy hamis döntés volt, vagy megbánta azt, amit tett. Tehát itt voltak a múltban hamisságok, vagy félreértések, de ő ezt most elmagyarázza. Az ő jelenlegi helyzete ő fél attól, hogy elveszít valamit, vagy hogy elveszít téged. Az egerek jelenthetik a veszteséget is. Persze az egerek tudnak segíteni, hiszen el tudnak távolítani kellemetlen helyzeteket. A te jelenlegi helyzeted itt meg lesz a biztonság érzete, ahol le tudsz gyökerezni. A fa jelenti a rendet, a gyógyító erőt is. Itt rendeződnek most a dolgok. És ez volt az általános jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!